A munkabalesetekben elhunytak és megrokkantak tiszteletére gyertyagyújtással és egyperces néma csenddel kezdődött a megyei kormányhivatal munkavédelmi nyílt napja. Az ezt követő előadások a mezőgazdasági munkavállalói kockázatokat, munkabaleseteket és a munkavédelmi megelőző lehetőségeket vették számba. Mint elhangzott, országos szinten a mezőgazdaság, az erdőgazdálkodás és a halászati ágazat volt a legveszélyesebb 2016-ban, míg megyénkben az agrárágazatban történt a legtöbb baleset. A megyei tekintetben és országos tekintetben is az elmúlt években növekedtek a munkabalesetek számai. A halálos munkabalesetek száma különösen a mezőgazdasági ágban emelkedett az elmúlt években. 2016-ban a mezőgazdaság, mint nemzetgazdasági ágazat volt a legveszélyesebb ágazat. 18 darab halálos munkabaleset történt országosan 2016-ban. A legtöbb sérülés ütközésből, nagytestű állatok okozta balesetekből és fulladásos, beszorulásos esetekből történt. Az előadáson elhangzott, a munkaerőpiaci átalakulás is jelentősen hozzájárul a munkahelyi balesetek számának növekedéséhez. A mezőgazdaságban több okra visszavezethető azt, hogy miért van ilyen magas arányszámban a balesetek száma. Kicsikét mélyebbre is visszanyúlhatnánk ezzel kapcsolatban, az, hogy megértsük a problémát. Egyrésztről ugye tisztába kellene lenni azzal, és tisztába is vagyunk, és ez az előadás során is majd el fog hangzani. Ugye a munkavállalóknak a korosztálya és a képesítése szerinti eloszlás az hát a uniós átlag tekintetében ilyen alacsony, tehát a munkavállalók életkora az rendkívül magas. Ebben a szektorban a képzettségük ezzel szemben meg rendkívül alacsony. Szabai Balázs szerint a munkáltatók szemléletváltozása, a munkavállalók képzése, egyéni védőeszközökkel való felszerelése, valamint a hatóság részéről a fokozott ellenőrzés segíthet visszaszorítani a mezőgazdaságban bekövetkezett munkabalesetek számát.